Farkasházi Benedek a vendégünk, hozott magával jó sok képet, jó reggelt. Jó reggelt. Vágjunk. Ezek a hócipő képei. A legfrissebb hócipő képei, vágjunk is bele. Az első képünk az évértékelőn készült, ahol Orbán Viktor bejelentette az országnak, hogy minden rendben van. Itt szeretném megragadni az alkalmat az ország nyilvánosság előtt, hogy én is bejelentsem, hogy annak idején nekem is jelentenem kellett a társaimról. A tartótisztemet osztályfőnök nénének hívták, és jelentenem kellett, hogy melyik nap ki hiányzik. De az úgy kezdődött, hogy osztály vigyáz. Igen. Ennyiből a katonaságra hasonlít. Térjünk vissza az évértékelőre, a rajongói klub tekintetét láthatjuk a következő képeken. Lázár János talán azon morfondírozik, hogy milyen újabb feladatokat bíz rá a miniszterelnök úr. Rogán Antal azon, hogy elmenjen a Juhász Péter korrupcióellenes tüntetésére. Kósa Lajos zavarában talán éppen a miniszterelnök urat parodizálja. Széles Gábor pedig talán azon gondolkodik, hogy mennyivel jobb lett volna az, hogyha az évértékelő beszédet Orbán Viktor lebegve mondja el egy antigravitációs rakétával a hátán. Bár arról még nincs hírünk, hogy antigravitációjúban hol tart végül is Széles Gábor, csak bejelentett, hogy megoldotta. Hát a Várkert bazárt is átadták már néhányszor, ezt is bejelentették már ez néhányszor. Igaz. Ha tovább lépünk a következő képre, akkor a vadászati vásáron láthatjuk Semmilyen Zsoltot, amint éppen megnyúl egy szarvast, és hát ő is pártja az utóbbi időben elég sok mindenben nyúlt bele a vasárnapi boltbezárástól megnyúl kezdve az iskolákig. Megnyúl egy szarvast? Hát muszáj neki megsimogatni. A boltok, vannak, akik úgy vásárolnak a boltban, és mindent meg kell nyúlniuk. A következőképpen a parlament gazdasági páholyát láthatjuk. Ez már nem az évértékelőn készült, tehát ezek nem azok a képek, ahogy Andy Vajna elalszik. Ezek 2010-ben készültek Orbán Viktor beiktatásán, amikor kormányfővé választotta a parlament. Talán éppen azt láthatjuk, amint Andy Vajna tanácsokat ad Hernádi Zsoltnak, hogy hogyan utazzon Horvátországba. Balra tőlük egyébként Garancsi István látható. Akik mindent tudnak. De legalábbis nagy dolgokat biztosan. Ó, milyen szép. Nagyon kép. Sokat láthattuk az interneten, a Lázár János piruettezik, miközben Piros hó esik című képet, amit legalábbis az alkotó szerint El Simon László, aki megvásárolta a képet Lázár Jánosnak, fölfelé alkutta az árát. Több százezer forintról beszélünk. Viszont Orbán Viktor mellszobrot már 4400 forintért lehet kapni, és a bal oldalt látható faragott táblakép, éppen pedig az látható, mint Tímea egy tárcát tart Andy mellkasa elé. Ez alapján szerintem feltételezhetjük, hogy talán belefér a havi koszpénzbe egy ilyen képnek a megvásárlása is. Hát abban a tárcában amúgy is gyémánt lehet. Diadalmas seregeink visszavonulnak a parlamentbe, miután Putyin egy perce integetett nekik. Nagyszerű szerződéseket írhattak alá, talán ez volt az a pont, ahol nem csak nekünk, hanem Simicskának is kétségei támadtak. És ha a következő képre megyünk, akkor láthatjuk azt, hogy sok mindenben sikerült eredményt elérnünk, ebben nem. A Fiumei sírkertben lévő emlékművekről már többen beszámoltak, de mi nem egyet, nem kettőt, hanem ötöt találtunk. Lehet, hogy még több is van. Ezeken az emlékműveken ugye ellenforradalomnak nevezik 56-ot, és hős, dicső felszabadítóknak az azt leverő szovjet katonák, hát ugyanők ugye most szabadítják fel Ukrajnát, és egyetlen dologra hívnám fel a figyelmet, hogy ezeket az emlékműveket, ezeket az oszlopokat nem államok, nem a Szovjetunió, nem Oroszország, nem Magyarország emelte, hanem többek között például a férfi fehérnemű gyár dolgozói, vagy az országos tervhivatal dolgozói, vagy a kínoin munkatársai, tehát... Hát ez még az a korszak volt, amikor a magyar dolgozók kiismerték a világ dolgaiban. Igen, de talán megváltoztathatók lennének a feliratok rajta. Hát de hol van már az a tervhivatal, amelyik ezt meg tudná változtatni? Ebbe igazad van. Mi tovább gondoltuk, és úgy gondoltuk, hogy hazánk más jótevőinek is járna emlékmű Magyarországon. A labba sokkal több jelent meg, mint amennyit elhoztam, de néhány példa. Virágozzék Batukán, aki a Muhi pusztán megtorolta, miért a magyarok elhagyták az őshazát. Amíg ez csak karikatúra, addig nincs nagy baj. A magyar várak ledöntője, Lipót császár. Örök dicsőség Hajnaú tábornoknak, a császár ellen lázadó 13 tábornok Móresse tanítójának. De ki koszorúz? Teljesen minden. Ja, az igaz. Orbán és Kaczynszki. Orbánt ugye nem fogadta Kaczynszki Lengyelországba néhány hete, amikor oda látogatott. A békemeneten még rengeteg Kaczynszki támogató vonult fel Orbán Viktort dicsőítve. Most nem lengyel iskolásokat rendeltek biodíszletnek március 15-ére. És ugorjunk az utolsó képre. Emmisítettük
néhány klasszikus irodalmi műnek a címét. Próbáld megfejteni, hogy mely művek lehetnek. Jó, likviditási gondokkal küzdő, tekintélyes anyagi biztonságban élők. Szegény gazdagok. Talált. És Kosztolányi Dezső a gazdaságilag hátrányos helyzetű kiskorú negatív irányú észrevételei. Ez könnyű, szegény kisfiú panaszai. Hát igen, át lehet nézni a fél magyar irodalmat. Balog módra. Köszönöm szépen. Köszönjük. Még mielőtt ezt megteszük, elköszönök tőled. Köszönöm, hogy eljöttél hozzá.